egészségügyi perceink következnek. A műsor támogatója az Orvosi Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. És Szeggő Péter orvos igazgató a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És milyen igaz ugye ez a régi bölcsmondás? Hogy a szem a lélek tükre? De tényleg így van, ez igaz? Hát ez érdekes, ugye, hogyha ha diagnosztikára akarja az ember felhasználni, akkor vissza kell nyúlni egy olyan módszerhez, ami az 1600-as években gyökeredzik. De ezt most komolyan mondod, vagy viccből ezt az 1600-as éveket? Ez tényleg, ezt akkor találták ki. Nem igazán egy embertől származik a dolog, többen tettek hasonló felfedezéseket, hasonló megfigyeléseket. Ugye azt kell tudni, hogy az 1600-as években azért az exakt orvosi diagnosztika az mondjuk úgy, hogy nem volt igazán a csúcson. Tehát nem tudtak nagyon máshoz hozzányúlni. Most ezért aztán keresgélték azokat a lehetőségeket, ahol valamilyen egyéb megfigyelésből, vagy valamilyen könnyen hozzáférhető platformról mégiscsak információkat tudtak gyűjteni a szervezetről, és ez lett annak idején az iris diagnosztika, ami igazából a mai napig még él. Olyan szinten él, hogy voltak ezzel kapcsolatban különféle klinikai tanulmányok is, amik őszintén szólva nem teljesen egyértelmű végeredménnyel végződtek, volt, amelyik pozitív végeredménnyel végződött, volt, amelyik negatív végeredménnyel végződött. Mit értesz ezen? Volt, amelyik azt mondta, hogy ez tenyérjóslás, és volt amelyik azt mondta, hogy ez tudomány. Itt ugye találati arányokról beszélgetünk. Aha. Volt olyan tanulmány, ami 70% fölötti találati arányt mért, volt olyan tanulmány, ami 10% környéki találati arányt mért. Ez nagyon nagy különbség. Nagyon nagy különbség, így van, illetve a mai napig vannak olyanok, akik hisznek benne, akik használják, és vannak olyanok, akik meg teljesen elutasítják ezt a módszert. Én azt mondanám egyébként, hogy a dolog az használható. Mire? Már csak amire egyébként az emberek szokták kérni ezt a dolgot, az egy általános állapot felmérés, mondjon valaki végre véleményt arról, hogy az ő általános állapota milyen. Plusz, ugye azt meg kell érteni, hogy vannak olyan betegek, akiknek, hogyha azt mondom, hogy nyugati típusú orvoslás és nyugati típusú diagnosztika, szó szerint a hideg futkorászik a hátukon. Ezt meg kell érteni. Ilyen van. Ez sajnos egy létező jelenség, és azokat a betegeket sem lehet úgy hagyni, hogy akkor ők teljesen kiesnek mindenféle diagnosztikában. Figyelj, egyetértve azzal, doktor úr, amit mondtál, hogy nem szabad engedni elfutni azt, aki fél a nyugati orvoslástól. Ezzel együtt, akit sikerül megtartani például az iris diagnosztikával, annak tudtok segíteni a szivárvány hártyáján keresztül a májával kapcsolatban? Nagyon érdekes egyébként, ugye azok a betegek, akik hozzánk jönnek, és ugye mi azért ugyan nem olyan tételben, mint korábban, de még mindig műveljük ezt a diagnosztikai ágat, azok a betegek ugye kötelezően egy felülvizsgálatnál részt vesznek egy belgyógyászati orvosi konzultáción is, tehát alapvetően két dolgot mosunk megint csak össze. Azokat a dolgokat, amiket az iris diagnoszta leír az iris alapján, azokat meg kell erősíteni, vagy meg kell cáfolni, tehát a dolog nem fejeződik be ott, hogy ez a térkép ez fölvételre kerül, illetve egy lista leírásra kerül, ezt követően valószínűleg egy nyugati típusú szemlélettel is vagy meg kell erősíteni, vagy meg kell cáfolni. Ha a kettő együtt van, és a kettő egymás által megerősítés nyer, akkor valószínűleg tényleg baj van a betegnek azzal az adott szervrendszerrel, és akkor azzal viszont tényleg foglalkozni. Ah. Milyen műszert vett be ilyenkor az orvostudomány erre? Az iris diagnosztikára? Hát nagyjából egy réslámpát, tehát ez egy személyzeti ennyi. Tehát végig kell, hát lehet egyébként cifrázni nyilván, tehát lehet egy nagy felbontású fényképet csinálni az irisről, ezeket a képeket lehet nagy nagyításban megnézni, tehát van azért ebben a dologban fejlődés. De alapvetően, hogyha valaki elég régóta benne van ebben a dologban, és mondjuk évtizedek óta ezzel foglalkozik, akkor ezekre a technikai kiegészítésekre már nem nagyon van szüksége. És kinek ajánlott, mennyi ideig tart egy ilyen típusú vizsgálat, doktor úr? Nem igazán hosszadalmas a dolog. Az időkerete az körülbelül egy ilyen, nem is tudom, 15 perc, lehet 20 perc nagyjából, mire ez a dolog, ez felvételre kerül. És hát mondom, ha azt kell mondjam, hogy melyik embertípusnak, vagy embercsoportnak lehet ajánlani, akkor teljesen egyértelműen azok, akiket az előbb említettünk, akik valami mást keresnek, valami eltérőt keresnek, akik azt mondják, hogy a fehér köpenytől rettek, fél, tart tőle, de mástól viszont nem, és mégiscsak szeretne információt. Na, várjunk azért, hadd provokáljam én most itt a mi doktorunkat. Az egy fontos dolog, visszatérve arra, hogy elérhetőek azok, akik félnek a fehér köpenyes orvostól. De azon túl azért a tenyérjóslás az becsapás, tehát ennek akkor vagy van értelme,
és felelősen, erkölcsileg elfogadható jelentősége, vagy pedig például az, hogy látod, hogy sárga, látod, hogy kölyök, látod, hogy más problémája van, és akkor mégiscsak le lehet vele ülni komoly dolgokról beszélni. Hát ez az egyik, igen. A másik pedig az, hogy azért azt tudni kell, hogy akik ugye jönnek azzal, mert nem én csinálom ezt a dolgot, hanem a listával jönnek. Tehát azzal a listával, amivel jönnek, azt áttárgyaljuk, és az a lista az néha meglepően pontos. Tehát itt nekem ez az, ami igazándiból nehezen magyarázható, mert élettani hátteret, ilyesmit, azt ugye exakt módon nem lehet mögé rakni, de mégiscsak az a lista, ami ilyenkor születik az illetőnek a szervezetéről, az meglepően pontos, és ezek a listák ezek úgy születnek, hogy igazándiból nincs beszélgetés. Na, akkor semmi, ez érdekes. Csak... Igen, érdekes igazándiból. És az milyen fantasztikus dolog lehet, hogy utólagosan igazoltnak érzi mondjuk akár a páciens is az, hogy tényleg ez a rendszer működik. Hadd mondjak egy kis kitérőt, mert ez is olyan, hogy hisz benne az ember, nem hisz. Gyerekek, aki már volt életében valami olyan vizsgálaton, hogy a talp elkezdik nyomkodni a talpadat, érted? És ezzel röhögsz. Aztán egy idő után rájössz arra, hogy nem, mert két hét múlva valamire rájössz, hogy ott tényleg volt benned valami, ami lappangolt, és megmondják a talpadból. Én is rá szoktam jönni, nagyon jó volt talpmasszázsra menni. Szerintem ezek, már ez is elég. Ezek olyan dolgok, amik igazándiból ugye az orvosi tankönyvekben, az egyetemi oktatásban nem szerepelnek. És az ember akkor döbben rá, hogy létezik, és lehet belőle információt nyerni, amikor tényleg működés közben látja. A mai napig egyébként egy rendkívül megosztó dolog, tehát vannak pártolói, vannak ellenzői ennek az egésznek. Én azt mondom, hogy helyi értéken kell kezelni, abszolút, és a pozitívumokat kell belőle kihozni. Ez jogos, teljesen. Igen. Hát köszönjük. Nagyon értékeljük az őszintességedet és a körültekintő nyilatkozatot az ügyben. Igen. Én nem is tudtam egyébként, hogy tegeződtök, de mindegy. Eddig nem tegeződtünk. Azt hiszem, hogy ezt most, hogy szemüveges lettem a mai nappal, ezt a hibát most elkövettem, úgyhogy utólag is elnézést kérek, úgy látszik, hogy a szemüveg árt az eszemnek. Köszönöm, doktor úr, hogy itt volt. A műsor támogatója az Orvosintézet. A hely, ahol ön is meggyógyulhat.